No, tehát akkor szeretettel köszöntöm a tisztelt megjelenteket. Most már én is tudom, hogy miről fogok beszélni. Tehát Szent Lászlóról a téma. Ha én ilyen hangosan beszélek, akkor lehet-e hallani át? Igen. Igen. Jó, akkor még lehet, hogy a végén is marad egy kis hangom. Tehát Szent László témát azt hiszem, hogy elég nehezen lehet rájönni, hogy ez hogy kerül akkor az asztalra ez a kép, mert hiszen ez a dunántúli pásztorművészetnek egyik sokat reprodukált darabja, mesternévvel nem tudjuk megtisztelni, de elég sokat szoktuk reprodukálni. Na most, hogy kerül ide? Hát úgy, hogy a Szent Lászlóságnak kétféle arculatát fogjuk ma vizsgálni, de elsősorban azért mégiscsak az egyike. Tehát az egyik, az egy történelmi személy. Azt hiszem elég ismert a története, 11. század, második fele. Elég sok esemény kapcsolódik az életéhez. Részben a határaink kiterjesztése Horvátország irányában. Másrészt pedig ő volt az, aki az egyház szakadás után először és tulajdonképp utoljára is próbálta meg egyesíteni mégis a keleti és a nyugati egyházat. Szabolcsi Zsinaton megkísérelte azt, hogy akkor már kettészakadt egyháza mégiscsak valahogyan hát egységesítse. Pillanatokra talán sikerült is, de aztán kiderült, hogy meghaladja az ő erejét. Na most mi nem ezzel a Szent Lászlóval fogunk foglalkozni, de nem a történelmi alakkal, van egy másik szerepe Szent Lászlónak, mint általában a szenteknek. Ez pedig nem a történelmi szerepük, hanem az, ami miatt bekerültek a naptárba. Tehát bizonyos tulajdonságcsoportot a legmagasabb szinten képviselnek. És mikor van Szent László ünnepe, nem véletlenül mostanra került az előadás, mert 27-én van. Tehát ma 21-ét írunk, két nagy ünnep kapcsolódik a nyári napfordulóhoz, egyik sem 21-ére esik, mert tudjuk, hogy három napos elcsúszás van minden nagyobb ünnepünk esetében. A tavaszi napi egyenlőség ugye március 21-e, rá három napot rászámolunk, akkor Gábriel arkangyal ünnepét kapjuk, másnap a birodalom pedig gyümölcsoltó boldogasszony, tehát ez az annunciáció, az angyalúgozat ünnepe. Ez a fogantatás ünnepe. Leszámoljuk a 9 hónapot, december 21-e után három napot számolunk, és 24-ére, 25-ére birodalom megszületik a világmegváltója. Tehát ezt lehet érezni, hogy itt ez a három napos hozzászámolás, ennek megvannak a maga történeti okai, de ezt én most nem tartom. Viszont június 21-e a nyári napforduló után leszámoljuk a három napot, akkor milyen ünnepet kapunk? Szent Kiváltó. Ez keresztelő Szent János születésnapja. Az ő fejlesztésének az ünnepe, az nyaka vágásának az ünnepe, az jóval később van, az augusztus 29-e. Tehát ez azt jelenti, hogy mindig ezt a három napot hozunk számolni. Ez az egyik nagy ünnep nálunk, Rögt Szent Iván, a másik pedig Szent László. Ezek rögtön egymás után jönnek, 24-e után három nap eltelik meg, és már ott vagyunk Szent Lászlónál. És milyen nagy ünnep ez a Szent László? Hát először is tudni kell, hogy amikor én vettek egy ilyen képet, akkor ezen egy bizonyos tulajdonságrendszer, itt most gyakorlatilag három tulajdonság együtt szerepel. A kettősben az a tulajdonság, amit mi, mint magyarok, testi értelemben képviselünk. Szellemi értelemben milyen tulajdonságot képvisel a magyarság? Aki ezt nem tudja, nem tudom, miért jött be ide. A nyilas tulajdonság természetesen. Az ellenségeink is, a barátaink is, mint a nyilas tulajdonságot képviselői tartanak bennünket számára. De ez a szellemi értelemben a tulajdonságot jelent. Ennek a képviselője egy mondai történelemben kicsoda. Persze, Némról, kicsit hangosabban kérni tisztelte, de szeretnék tájékozódni, hogy az ABC-től kezdve a legmagasabb szintű magyarság ismereti, körülbelül hogy állunk itt a tudás, hogy olyat nem mondjak el, amit már úgy is tudnak, viszont ha meg rések vannak, azt próbáljam azért valami ilyes tudással betölni. Na, tehát lényeg az, hogy ha itt tikkek tulajdonságot látunk, az azt jelenti, hogy nekünk, mint magyaroknak ez a testi értelemben lett tulajdonság. Miért?
Azért, mert a szellemi értelemben nyilas tulajdonsága a magyarság, ez azt jelenti, hogy van egy bizonyos nagy lelkűség, ezt most nem részletezem, hogy mi mindenben nyilatkozik meg, emelkedettebb szellemiség. Megvan az oka, hogy miért van ez. A lényeg az, hogy mindig a testi megvalósulás a vele szemben lévő hónap tulajdonságból, a csillagkép tulajdonságból. Mi van szemben? Mi lassan? Ékre természetesen. Valaki nem hisz nekem, ha nézze meg az égbolton, éppen mostanában majd lehet látni, a nyári égbolton a nyilas csillagképet lehet látni, éjféltájban, ami azt jelenti, hogy a déli nap mögött, ha látnánk a déli nap mögött a csillagképet, akkor égreket látnánk, akkor sem látnánk egy csillagképet. Azt nem tudom még mindig hallani hátul. Annyira már nem. Nehezen. Ez konkrétül előnyű. Mindenesetre én vetíteni fogom, látni lehet, és akkor próbáljuk kiegészíteni. Az ikrek olyan tulajdonság, amelyből két irányba lehet kimozdulni. És ez a kép pontosan ezt a két tulajdonság. Tehát az egyik, amikor úgynevezett precessziós, tehát a nagy képnek a keretében, ahol nem egy ilyen kép kérünk, hanem egy négy kiakot. Ez kereken 26.000 szerese, van egy időrendben, mint egy kicsi lép. Ebben mi nem egyébként. Ebben visszafelé teljesen, tehát telnek ebben után a hónap. Egy világ hónapnak kb. 2160 év felelő kerekét. Tehát azt jelenti, hogy ott az ikrek a bika felé megy tovább. A másik irányban viszont az egyén élet irányában, ott viszont a rák. Ikrának ez a mozdulat felel meg. Ez azt jelenti, hogy én vagyok a falubikán, jöhet rá. Tehát két lábbal áll a földön, le van szövegelve, és rendíthetetlen. És nagyon erős a tapadása a földi javakon, elsősorban érzéki típusú javakon, edésre, hibásra. Van még egy ikes, igen, de most ennyit eszem, nekem ez egy ilyen jellegű. Azért még szokott eszem meg. Borosmány élmények is vannak. Tehát lényeg az, hogy ez egy ilyen hát lekötöttségű tulajdonság. Na most, ha egyéni életben gondolkozunk, akkor egy magyar ember melyik felé mozdul el? Hivatása szerint, tehát úgyis mondjuk definíció szerint, mint egyén. Mert mint egyének vagyunk ikertípusúak, tehát amikor először megjelenik a magyar történelmi színpadán rögtön egy kettősben jelent. Melyik ez a kettős? Természetesen, tehát Hindulnak a két fia. Hát ő a testető. És amikor nekem két fiam van, azt jelenti, hogy az én testetőt, és ő fog folytatni engem a világot. Nincs két fiam, de majdnem. Tehát lényeg az, hogy ha ebben az esetben az egyénnek a következő szerep, ha a magyarnak születtél, mi lesz a következő lépés? Bármilyen furcsán hangzik, ebből a kettősből a férfi, ugye mindig a középük lévő ebben a pillanatban itt egy ilyen növény jelen van, mindig attól számítjuk a bal, meg attól a jobb. A bal irányában beáll a férfi. Ez mit jelent? Ez a bika tulajdonság. Na most, amikor fölviszi az egyik karját, tehát fölemeli a szellemisége szintjére, akkor vagyok én a rákban. Kell akkor is az egyik karomnak lefelé jönni, miért? Azt a gyereket táplálkozni. Mert én hiába akarok adni, ha nem tudok gyűjteni el. Ennek csak a rák tulajdonságnak az önzetlen szeretet és a feltétel nélküli áldozatkészség a lényeg. Nem tudom, hogy hallható, ezt azért jó lenne, ha hallanák át. Hát csak azért is, hogy hazavigyék és gyakorlok. Tehát miről van szó? Arról, hogy itt van a legtöbb a fényből. A fényből a legtöbb a nyári napforduló pillanatában. Ezzel kezdődik a rák hamar. De erre az ikrek vezet rá. Tehát ha mi, mint ikrek tulajdonosabb képviselői nem visszük a legmagasabb szintig a tulajdonságot, akkor nem tud miből kezdeni a rák. Ez pedig azt jelenti, hogy a legtöbb fény mi hozzuk be.
a világba, és azt hasznosítja majd a rák tulajdonságnak képviselőt. Ez eddig követhető volt? Ez egy nagyon lényeges dolog, hát magunkról beszélünk. Most a következőről van szó. A hétköznapokban a rák tulajdonságnak, és most ne a betegségre gondolni, hanem arra, amikor egy állat hátráló mozgásáról nevezetes. Miért? Mert addig növekedett a fény, és innentől kezdve hátrálékezett. Tehát fokozatosan csökken, és utána a sötétség egyre nagyobb szerepezik. Tehát ezért kapta a rákot, mint állat képviselő, mert arra a jellemző többi állatfajtához képest, hogy a hátrafelé van a mozgással is élni, hogy tudő erőt előre is menni, de a hátrafelé mozgással a jellemzőre. Na most, a hétköznapi életben milyen tulajdonság képviseli legláthatóbb módon ezt az önkéntes, feltétel nélküli áldozathozatot? Hogyan? Anyaság. Tehát egy tudós társaságot jelent. Tehát igen, az anyaság, szó szerint. Tehát a fogantatás pillanatától mindent a saját testéből ad, a benne gyarakodó életnek. És nem a szülésig, hanem még utána is, csak utána már ugye a tejútnak a benne megfogalmazódó képlete, ez a tejnek az útja, ezt adja a tejút energiákkal, közvetlenül az anya táplálja a gyermeket. Bármilyen furcsa hangzik, ezt ne csak jelképesen értsük, ma már körülbelül nagyon-nagyon nagy vonalakban, de azért a tudomány kimutatta, hogy amikor a saját tejútrendszerünk, ami egy spirálgalaxis, amikor az lüktetve anyagféleségeket ad ki magából, ennek most már ritmusát is nagyjából ismerjük, meg az anyagféleségek csak kilőtt magából. Hát bármilyen furcsa, benne van az az anyagféleség, ami a gyereknek elengedhetetlen szükséges, az anyatejben, nem a tehéntejben, meg a kecsetejben. Tehát azt jelenti, hogy a tejút nem véletlenül kapta a tejút nevet, és amikor szoptatja az anya a gyermekét, tejút energiákkal és egy magasabb rendű energiával táplálja. Azért nem mindegy, hogy szoptatni tudja az anya gyermekét, vagy pedig itt a tehén tejjel táplálja, vagy valamilyen tejpótlóval, vagy valamilyen műtejjel. Egyáltalán nem mindegy. De ezt most csak zárójelben mondtam el, mert ezt nyugodtan utána lehet nézni. Valószínűleg az interneten már pontosabb adatokat is lehet kapni. Na most a lényeg, tehát a következő az anyaság az, amelyik ezt a feltétel nélküli áldozatkészséget legtisztábban fejezi, ennek egy olyan jele is szokott lenni, amit ma nem fogok vetíteni, de nem árthatunk. Ez a fiait vérével tápláló ember. Most erre rögtön nem, hogy ez Krisztus jelkép. Igen, tényleg az, de miért az? Hát Jézus nem hasonlított egy pelikára, azért próbáljuk ezt a képzetet valahogy visszafogni. Igaz, hogy ez a madárféleség se hasonlít a pelikára. Tudjuk a pelikának, ekkora csőre van alatta, ekkora zacskó. Na most ezek a pelikánnak nevezett madarak viszont pici csőrűek, szép hosszú hattyúnyalukban. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy nem az állattani besorolás adja meg a nevüket, hanem az, hogy mehetnének tovább fölfelé, de visszakanyarodnak, a saját lelkiségüknek a területét keresik. Miért? Mert csak lélekből tudunk adni. Tehát ha valaki úgy gondol, hogy nem, nekem, én a fejből, én most kiszámítottam, hogy nekem jó, ha én adok, abban a pillanatban az már nem adom el. Akkor az már Sarki Szatócsnak a kiszámítom, kicsit én adok neki, de csak azért, hogy én valamivel többet tudjak bekasszolni. Tehát az egy egészen más dolog. Tehát a szellemiség, ami az értelmi tevékenységben jelentkezik a hétköznapokban, soha nem fogja igazolni, hogy én ingyen kegyelem tudom. Ezt felejtsük is el. Soha nem fogja. Ez csak lélekből lehet. Na most, ha ő nem keresi a saját lelkét, akkor nőni fog, és akkor nem pelikán lesz belőle, hanem zsiráf. És soha nem fog áldozatot hozni. Jelenleg ez a legnagyobb gond, az emberek nem keresik a saját lelküket, nem is adnak. Nem is. Csak pocin eszel, lehet, hogy többet kapjak, mint amennyit adnak. És miért nem keresik a lelküket? Miből félnek? Hát, hogy megtalálják attól. És miért félnek attól, hogy megtalálják? Mert vagy egy tök üres, és ez a jobbik eset, a kettő tele van trutyival. Tehát azzal, amit naponta nyomnak bele, hogy mondjam csak, Walkmanen keresztül, így a fülön keresztül, vagy a tévébe, vagy a rádióba, vagy a sajtóba, vagy bármiben. Ezek csatornák, nem tudom, hogy mit. És mi jön a csatornán?
csatorna lé természetesen. Hát az is jön. Na most, ha ezzel telik meg a lélek, hát akkor aztán nézheti magát, hogy miből fog majd áldozatkészséget meríteni. Hát egyfolytában lebeszélik róla. Na, most ennek az anyaság tehát a legtisztább képviselője, és ha én egyetemes nagyságrendben gondolkodok, akkor ez az Anya Szent Egyházat jelenti. Nem tudom, hogy követhető-e. Anya Szent Egyháznak kiadja meg a tartalmat. Hát az a Jézus Krisztusi magatartás. Tehát nyilvánvaló, hogy ezeken az áttételeken keresztül jutunk. De nem azért, mert valaki bement az állatkertbe, azt mondja, hogy hát jó, csak tehát mire hasonlít ez a pedig az anya minden? Hát mire hasonlít? Hát a Krisztus képre, amit láttunk a templomban. Hát ezt azért felejtsük el. Tehát ez nyilvánvaló. Ha ezeket az áttételeket nem ismerem, nem értem meg, hogy miről van szó. És miért pont a nyári napfordulóhoz kapcsolódik ez a tulajdonság? Hát ezt már tudjuk, mert ott van a legtöbb a fénytől. Na most a fényhez milyen tulajdonság tartom? Hát fizikai tulajdonság, én tudom, mert Einstein-t olvastam. Felejtsd el. Tehát aki csak fizikai tulajdonságot tud kapcsolni a fényhez, hát az gyakorlatilag semmit nem tud kezdeni az emberiségnek legalább 2000 éves múltjában. Miért? Hát azért, mert a fénynek van egy erkölcsi tartalma is. És ha bejön mondjuk a templomba, vagy akár ide, akkor vele a napnak nem csak a fizikai hatását tapasztaljuk, hanem ki az igazság napja. Liturgiában kit nevezünk az igazság napjának? Itt Szűz Máriát? Dehogy is. Jézus Krisztus. Sem, de nem is az Atyát. Tehát ilyen nincs, hogy napisten, mi napistent imádunk. Imádott a köröztet tényleg, térdjük alácsot. És dehogy is. Ő a közvetítő a nap. Tehát a hétbolygó rendszerben, amivel majd kicsit azért fogunk majd foglalkozni, tehát a hétbolygó rendszer nem a nap a teremtő erő képviselő, ő a közvetítő a Föld felé, ő a fiú, nem tudom érthető. Jelen van az teremtésnél, de nem ő az, ki a teremtést közvetlenül mindenki. Hanem ez a Jupiter nevezetű bolygó, minden népnél, amelyiknek kidolgozott mitológiája van, soha nem a nap a teremtő erő képviselője. Ezt tényleg jegyezzük meg. Mert egymást hűítjük, ami állandóan napistenről beszélünk, meg arról, hogy mi nekünk napistenünk, igen, hát neked lehet, ahogy elnézett. Tehát ha elnézést, nem tudom ezt. Csak azért mondom, mert elképesztő mértékben, jobbról-balról hűítenek bennünket. Semmi baj, le kell higgadni, szépen mondani neki, hogy neked legyen, hogy te hited, most már nem oda fog mutatni, legyen neked, te hited szerint, de ez egyszerűen nem így van. Hát gondoljuk a görögöknél Zeus, a rómaiaknál Jupiter, a török népeknél Gürgen, a finnugor népeknél nem kell annyira utálni őket, tehát a finnugor népeknél ott meg Numitoren, tehát és annak alapján, tehát mindenütt jupiteri tulajdonság. Egyébként a modern kozmológia számon tartja a Jupitert, mint második kis napok. Tehát a naprendszerünk nem pusztán a napnak, csak jótékony hatásából gazdálkodik, hanem bizony a Jupiteréből. És akkor legalább egy valamit mondjanak, ami a nap tevékenységében Jupiternek a hatására van. Napfolt tevékenység, soha nem hallottak biztos. Hát ez a Jupiter ciklusára elevenedik meg, illetve jelenik meg újra és újra, és ez nekünk abszolút lényegtelen. Hát nehogy már szívbajosak legyenek, hát már előre jelzik a kórházat. Hát ne felejtsük el, hát a napfolt tevékenység az érrendszeri megbetegedés, egy szív panaszon rögtön felerősít. Tehát ezek közvetlenül ható dolgok. Ma már minden normálisabban működő kórháznak közvetlen kapcsolata van a hozzá legközelebbi csillagvizsgálónak. És előrejelzéseket. Na most, tehát ezzel én tovább nem is akarnék foglalkozni. Tehát nyilvánvaló, hogy ha én az egyéni sorsot keresem, tehát egy történelmi személynek a sorsa, az egyszerre befolyásolja a nemzetét, és akkor nyilvánvaló, hogy az a recessziós nagyságrendben fogja ezt kifejteni, ezt a hatását. Na jó, de ő egyénként él, neki egyénileg kell ezt a felelősséget vállalni, hogy egy nemzetnek az élére kerül. Tehát neki a rák irányába kell kimozdulni. Na, nyilvánvaló, hogy az egyén életben több eséllyel tud egy rák tulajdonságra pályázni egy asszony, mint egy férfi, de ha egy nemzetért felelős, akkor bizony neki önként áldozatot kell hozni azért, hogy a rábízottakat emelni tudja.
egyáltalán életben tudja tartani és emelni. Most megtörténik ez Szent Lászlóval vagy nem. Megmondja, utána rögtön hazamehet. Hát persze, hogy meg. Hát különben nem is kérdezni. Akkor nézzük a következő képet. Innentől kezdve már csak Szent Lászlóval foglalkozunk. Tehát 1300-as évekkel kezdjük el a sétánkat. Ez a képes krónika, ezt gondolom, hogy azonnal fölismerhető. De a további képek is egy darabig még azért megmaradnak. Sőt, tulajdonképpen a nagy része a képeknek az 1300-as évekből való. Kicsit át fog csúszni majd az 1400-as években. Sőt, mindjárt már majd a második, harmadik képeknél már az 1400-as évek második felébe, de az csak egy pillanatnyi zökkenés lesz, meg lesz annak is az oldal. Tehát itt miről van szó? Még nem is király, még csak királyi herceg, akkor történik az ő életében, most a történeti Szent László életében, az a jelenet, amelyik ezt a bizonyos tulajdonságot, tehát a rákkal összefüggő, a rák tulajdonságban szerint összefüggő önkéntes áldozatot végrehajtja. Melyik ez a jelenet? Az orrunk, nál is kérni a következőt. Ebből kinagyítjuk. Úgy van, melyik ez? Az úgy, ahogy van. Tehát a kun által elrabolt lánynak a megmentése. És itt már leválik a további gondolatmenetünk a történeti Szent Lászlóról. Hogyan? Miért? Mert igaz, hogy volt egy olyan csata, amelyhez ezt hozzákapcsolja a történettudomány, sőt, tulajdonképpen a krónikás hagyományunk is hozzákapcsolja, de történetileg ez egy igazolhatatlan, már inkább a mitikus történetre tartozó esemény, ugyanis először is nem kunokkal harcoltuk, hanem besenyőkkel. Tehát már rögtön itt lehet látni, hogy a kétféle megnevezés sorozat szépen csendesen elválik egymástól. A másik pedig az, hogy hát valóban részt vett benne, ez a Cserhalminak nevezett ütközet, tehát ez Kerlésnél volt pontosabban, ez Erdély területén van, és a ütközet tényleg lezajlott, tényleg a besenyők ellen volt, tényleg részt vett benne Szent László, mint egy a három főszereplő közül, de magyar részről a király akkor még Salamon volt. A két királyi herceg pedig Géza és László volt, és ebben a sorrendben is kerültek utána trónra. De maga ez a jelenet, ami rendkívül sokat ábrázolódik. Tehát majd látni fogjuk, hogy a falkép festészetben, a Kárpát-medencében túlnyomóan a Szent László legendának ez a jelenet sora ábrázolódik. Tehát a furcsaság a dologban az, hogyha mondjuk tegyük föl ezután 500 évvel, kihal a Kárpát-medence, hát ezt majd gyorsan mondjuk rá, hogy ne adj Isten. De ha történetesen így lenne, és mondjuk egy zöld fejű valaki ilyen UFO nauta megérkezne, és egyszerűen sorba venni, hogy milyen ábrázolási jelenetek töltik meg a keresztény templomban, a Kárpát-medencében. És akkor mit találna mondjuk egy X mennyiségben mondjuk a Jézus születése jelenet, Y mennyiségben mondjuk a keresztefeszítés jelenete. És miből találná a legtöbbet? A Szent László legendája bármilyen furcsán hangzik. Tehát elgondolkozna azon, hogy most akkor ez Krisztusról elnevezett kereszténység, mert ez a krisztianizmusnak a kereszténység, tehát Krisztusról elnevezett vallás, vagy pedig egyfajta Szent László vallás. Nem tudom, érthető. Teljesen jogos lenne a kérdések. És ezt nem én vettem fel, hogy félreértés ne essen. Nagyon értelmes szerzők, most nem azért mondom, hogy én nem lennék egy kicsit is értelmes, de nagyon értelmes szerzők, egy Gondos Béla és egy Horváth Zoltán József közös könyvükben pontos számadatokkal jellemezve szépen fölteszik ezt a kérdést. Hogy tudnék, itt nálunk Szent László a Kárpát-medencében, hát hogy mondjam csak, egy krisztusi szerepben hát többször jelenítődik meg, mint maga Jézus Krisztus. Most miért mondom, hogy krisztusi szerepben? Hát erre körülbelül 3-4 képet várni kell, de ez fel fog megülni. Jó? Ne felejtsük el. Na most minden esetben mi itt tulajdonképpen mi adja a fontosságát ennek a jelenetnek? Hát itt elég szépen tisztán látható két tulajdonság. Az egyik, amikor két férfiú így átfogja egymást, és ha ezt a derék hölgyet innen kicsit kiebbítenénk, akkor
meg tudnánk-e mondani, hogy ők most ölelkeznek-e, vagy gyilkoznak? Nem lehet megmondani. Egyszerűen nem lehet. Na most miért nem lehet? Azért, mert ha a háttérben én látom a fehér lovat, a keleti állatörben a nyilas megjelenítője az a ló. Ha ez fehér ló, akkor annak a legtisztább nyilas különbség felvett. Na most, hogy jelenik meg ez a magyar népi műveltségnek az egészében? Tehát nem csak az ábrázolásokban, hanem a népmesében is. Hát amikor a hős, ami magyar népmeséről van szó, ne felejtsük el, tehát a saját képviseletünk, ha ő valamilyen értelemben csődbe kerül, nem tudja folytatni a munkát, akkor ki jelenik meg? A táltos. Na most a táltos az kecske, krokodil. Mindig ló, kifejezetten is csak is ló. Na most ezt a lovat ő a legszebb állapotában találja, ez ugyanis a mi nemzeti sajátosság, a szellemi tulajdonságai teljessége. Tehát amikor egyénként már nem tud tovább jutni, akkor meghívja és meg is szerzi. Különben nem folytatódik a mese. Tehát megszerzi a nemzeti tulajdonságot. Miért? Mert abban halmozódik az összes problémánk megoldása. Tehát amit pillanatnyilag kilátástalanak látunk, az a történelmi múltban, ami azért nem két-három macskaugrás így visszafelé, tehát abban biztos lehetünk benne, hogy megvan a megoldás. El kell tudni jutni odáig, már ha valaki vállalja a nemzeti létét, mert ez nem kötelező. Sőt, ma már erősen le is beszélnek róla. Na most a helyzet az, hogy milyen állapotban találja meg ezt a lovat, tehát a nemzeti létjének a letéteményesség, a nyilas tulajdonságoknak a keleti megfelelőjét, milyen állapotban találja meg a mesehős? Hát de még mennyire nagyon lesoványodva, és hol egy palota kellős között? A szemétdombnak a mélyén, vagy a hidlásnak a mélyén, a laján. És az elején még, ez általában egy boszorkány tanyán van egyébként, és akkor mindennel kínálják, nem tudom, hogy emlékszünk-e még rá, aranyszőrű paripákkal, arannyal, ezüsttel, Tesco-val, akkor mit tudom én, melyet itt mondani, ezzel a hatalmas tényével. Aztán, azt tudom én, aminek nevezik, nem valuta kölcsön az, hanem Devizai. Tehát ilyen, nem kell. Tehát őnek az, és akkor kiröhögik. De szó szerint a boszorkány is meg a körbe táncolják és kiröhögik. Miért? Hát mert az elején neki kell vinni ezt a kis gyelét. Ugye? És közben meg a trágya lé, meg csorog a nyakába. Ezt nem én mondom, hogy most kiszínezem a képet, ezt egyenesben idézem népmeséből. És egészen a boszorkány tanya kerítésség, neki kell vinni. Na most mi e pillanatban, itt is ebben a sátorban, ilyen helyzetben vagyunk. Tehát most vagy teszkózunk egy nagyot, vagy tudom én, ilyen kölcsön, olyan kölcsön, amolyan kölcsön, vagy pedig vállaljuk, hogy saját népi műveltségünket, igen, sorog el a trágyani. Miért? Mert naponta letolják, már elnézést kérek, csatorna lével lezen, öntözgetik, dezavuálják, hiteltelenítik, nincs is olyan, ilyen sincs, hogy magyar egyáltalán. Tehát ezt halljuk minden létező csatornában. És nem csak a határon túli magyarság hallja, a legrosszabb helyzetben ilyen szempontból a budapesti magyarnak. Mert ott hazudnak a leggátlástalanabbul, és ráadásul ott magyar nyelven hazudnak. Tehát nagyon nehéz rájön. És újabban már bocskai ruhában hazudnak. És így rengetik a piros fejérző zásztor. Na, ott legyen okos az ember. Mert itt azért körülbelül látom, mert megszólal már tudom. Tehát, de ott azért sokkal nehezebb. És általában nem is saját maga beszélne, meg előtérbe tol valakit, egy ilyen kis papírkocsit. Tudom én, a ilyen fő vagy al leosztott címet. Tehát lényeg az, hogy ebben a tartásban a legtipikusabb módon jelentkezik. Itt a háttérben. Maga a nemzet tulajdonság, az előtérben pedig az a kettős, ami egymás javára is működhet. És akkor neveznénk őket hunornak és magyarnak. Hunor soha nem harcolt magyar ellen. Magyar soha nem harcolt hunor ellen. Akkor miért harcolnak? Ezt borzasztó nehéz megérteni. Azért, hogy
most legyen ő mondjuk magyar, én legyek kumor. Majd látjuk, hogy nem ez a hálásabb szerep, az a hálásabb szerep. Tehát akkor miért harcolunk? Azért, hogy a benne jelenleg még szunnyadó érték kibontakozott értékké váljon. Ahhoz nekem keményen meg kell őt szorítanom. Tehát nem arról van szó, hogy pátyolgatjuk egymást, vagy ilyen álharc, hogy úgy teszünk, mint a harcot. Dehogy is. Kemény küzdelem. De én ő érte harcolok, ő én értem harcolok. És ezt mind a ketten tudjuk, kezdettől fogva. A legteljesebb tiszteletet megadjuk egymásnak mindjárt küzdelem előtt. És végig tartjuk is. És a küzdelem végén mind a ketten jobbak vagyunk, mint a küzdelem elkezdésekor. Nem tudom, követhető ez. Egy rendkívül lényeges dolog, mert nekünk ez a ránk szabott, testileg ránk szabott küzdelem típus. Na most akkor ennek ki a vesztese? Nincs vesztes, erről van szó. És ki a győztese? Ugyan? Én maga felül emeli a másikat. Erről, hát itt már mondom tudom. Tehát lehet ezt tudni, nem olyan magától értető. A logika azt diktálná, hogy akkor hát nincs győztesese. És a világ tényleg így tartja nyilván. Miért? Azért, mert egy kis zárójeles megjegyzés ott van. Aki az a győztes, aki az ellenfelét maga fölé tudja emelni, de erről nem ad hírt. Nem tudom érthető. Miért? Mert abban a pillanatban, hogy én hírré teszem, akkor megaláztam őt, és akkor az egész múlázom. És ez a nehéz, ez a legnehezebb mozog. Tehát ebből nem válhat hír. És ez borzasztóan nehéz dolog, mert ezért van az, hogy a külvilág úgy tartja, hogy hát tulajdonképpen itt akkor ez egy egyenrangú valami, nincs vesztese, tehát nincs győztese, de hogy nincs győztese. De ez csak erkölcsi szinten jelentkezik, és még az ellenfélnek sem kell ezt megtudni. Miért? Mert akkor veszteségérzése lesz. Tehát akkor nem gazdagítottam, hanem szegényítem. Most ez nagyon lényeges, hogy tudjuk követni. Most lehet, hogy ügyetlenül mondtam el, de ezt feltétlenül tessék megérteni. Mert ettől vagyunk mi magyar. Tehát ha ezt nem tudjuk így átélni, akkor már majdnem mindegy, hogy milyen kitűzőt használunk meg, hogy milyen nyelven fecsegünk össze-vissza. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon lényeges kérdés. Tehát ezért van az, hogy mondjuk egy hunor magyarnál ez magától érthető, de nagyon kevés olyan cselekményük van, ami konkretizálná ezt az egymásért való harcot. Mert ugye a csodaszarvas mondán kívül nem sokat hát őrzött meg róluk a hagyomány. De például egy Attila Buda esetében ott már látszik, hogy bekúszott egy nyugat-európai, hamisító szándék. Tehát jelenleg mit tanítanak mindenütt, ahol egyáltalán tanítanak Attiláról? Attila megölte Budát. Semmi nyoma nincs a történelemben. Szeretném, hogyha ezt rögtön tudomásul, hogy semmi nyoma nincsen. Tehát ami Attiláról történeti vonalon, most nem a mondai, hanem a történelmi vonalon ismeretes, az semmiféle hírt nem ad testvérgyilkosságon. Sőt, kifejezetten jó, egymás segítő szerepük van, és amikor az utolsó alkalommal együtt megjelennek, akkor is egymás segítve jelennek meg. Majd utána Buda eltűnik, de sehol egy hang nincs arról, de még utalás sem, hogy azért tűnik el, mert Attila bántalmazta, megölte, és itt van, és szó sincs róla. Na most honnan adódik akkor ez a máig tanított? Hát hamis változat. Honnan? Honnan, mert Káin Ábelnek az esetét egyszerűen így rávetik. Ne felejtsük el, hogy ami forrás latin nyelven általában, nagy része latin nyelven maradt fel, túlnyomó részében, az mind klerikusok írták. Na most ezek a klerikusok nem itthon kapták a kiképzésüket. Most innen kimegyek nyugat felé, de ha Bizánc felé megyek, akkor is. Ketten vannak testvérek, és egy idő után csak az egyik jelenik meg. Milyen képlet adódik azonnal mindegyik, akár a bizánci, akár a nyugat-európai tanám, Káin Ábel képe. Ha még Nyugat-Európán még egy kicsit művelted, tehát más irányban is művelt, akkor még a Romulus Rémus kettős. Ugyanaz történik, egymás rovására próbálnak érvényesülni, és amelyik sikeresebb akar lenni, habozás nélkül kiírtja a másik. Most ez azért nagyon fontos kérdés, mert lehet, már elnézést a kifejezés, de mószerolni, nem tudom, tudjuk-e mit jelent mószerolni.
biztos tudjuk a gyakorlatból, csak legfeljebb a nevét nem ismerjük. Tehát amikor teljesen valótlan dolgokkal én bemocskolom az illetőt. Hát ezt nevezzük mi a népszabadság taktikának. Tehát csak azért mondom, mert ott naponta lezajlik. Általában a vezércikk esetében. Tehát én olyat adok az ő szájába, vagy mondjuk a részszámba most ennek a kapcsán, amit ő azonnal cáfolni tud, amit egyébként én soha nem mondtam, de ennek nincs jelentőség a dolog. Az a lényeg, hogy ő tudja cáfolni kapásból. Na, ezt nevezzük népszabadság taktikán, mert ebben nagyon belejöttek már. Tehát, de egyébként ma már majdnem minden csatornán mondhatom. Tehát ebben az esetben, hogyha ezt a kettősséget megnézzük, még egy dologra feltétlenül föl kell figyelni, tehát ez a kettősség semmiképpen nem a képnek a sugallata, szóval semmiképpen nem kezdettől fogva, hogy már egymás rovására törnünk. Miért? Azért, mert ehhez valaminek meg kell jönni. És ki az, aki bejön? Ez a dönösség. Most ez hogy kerül a képbe? Úgyhogy jelenleg Jézus születésétől mi a halak világ hónapjában vagyunk. Ez most akár tetszik, akár nem, ez nem asztrológia, amit én most mondok, ez egy asztronómiai, tehát egy csillagászati tény. Ez azt jelenti, hogy a tavaszi napi egyenlőség hajnalán a kos pillanatában, tehát ez azt jelenti, hogy egy időbeli pillanat a kos pont az évben, ez azt jelenti, hogy március 21-én hajnalban. Akkor én már nem a kos csillagképből látom fölkelni a napot, hanem már a halakból. Tehát visszacsúszott egyel. Tudjuk, a precesszióban visszafelé megyünk. Tehát ez azt jelenti, hogy onnan 2160 évig kerekítve bizony a halak csillagképből látjuk, tavaszi napi egyenlőségkor fölkelni a napot. Na, itt lehet vitatkozni, hogy bizöntő, nem bizöntő, halak, nem halak, ebben most nem mennék meg. Egy nagyon-nagyon fontos értelme kérdés, de nem Szentlász főtben. De egy biztos, hogy itt már egy másik minőség is közre játszik, és azt, hogy tessék megnézni, ebből a szikla tömbből, ebből válik ki tulajdonképpen, és válik elevenni a fehérből. A szikla tömbnek ez a formája, általában a sziklából építkező formája, mindig a bakhoz tartoznak. Tehát a bak az a téli napfordulóval kezdődik, ez a legmostohább az évkörben, gyakorlatilag életnek nincs maga. Tehát minden visszaterveződik, vagy föld alá, vagy menedékbe húzódik. És marad a sziklaszerű, teljesen lecsupaszító környezet. Na most, ha én tudom, hogy a nyári napfordulóban a legtöbb a fénynél, és Szent Ivánnak a biblikus megfelelője, tehát keresztelő Szent Jánosnak, van egy mondata, ami a nyári napfordulóra tökéletesen illik, ez pedig hogy szól, meglátja, hogy a Jordánon túl megjelenik Jézus, mit mond? Nekem alá kell szállanom, hogy ő fölemelkedhesse. Pontosan ez a mondat. Egyébként a magyar néptánc, ez egy rendkívül érdekes. Tehát ezt csak azért mondom, mert a magyar néptánc az tulajdonképpen egy szakrális táncnak indult. Az más kérdés, hogy már először szép is szállt, másodször szép táncolja. Harmadnak harmadnak táncolja. Tehát ez mondat három, nem, bocsánat, de minden esetre nem tartunk. Tehát ha én néptáncot táncolok, akkor én összefüggés rendszert megvalósítok. Ezt a farmerrel nem lehet pótolni. Ez csak azért mondom, hogy tetszik, próbáljunk már kezdeni gondolkodni. És ne indulatban. Mi van, hogy jó, akkor nagyon jól táncolok, hogy milyen népdalt, igen, és az. Édesapám, nem lábbal táncolni, hanem szívvel táncolni, és onnan megy föl is onnan. Tehát ha ennyire nem érted a dolgot, akkor jó, táncoljál, semmi gondolom, de ne nyilatkozni. Hát ezek mind mozdulatok, hát ne felejtsük el. A kosnak ez a mozdulat. A legényes, de mindegyik leolvasható. Hát innen indít, és így megőre, nem tudom, ismerjük el mozgást. Hát a bikában megvan ennek is a mozgása, csak én nem akarok, hogy lehetséges lenni. Ez egy unanszúri tánc, tényleges tánc. És így táncol, ez tényleg elég lehetséges. Na, mindegy. És az ikreknél pedig már eleve itt indul, és eszébe sincs kirobbanni. Hanem csak ezt a mozgást csinálni. Tehát mindegyik mozgásnak megvan a maga, vagy mindegyik állatövi jegy tulajdonságnak, ez hónapi tulajdonság jelent. Évkörben mindegyiknek megvan a jellegzetes mozgása.
Tehát az a mozdulat, ami utána a pásztor készségeken meg formailag jelenik meg. Tehát megjelen egyszerűen a mozdulat. Tehát ennek a kettőse, az figyelmeztetni, hogy azért a háttérben nagy komoly honnan van. Tehát el tud formalizálódni ez a magyar tulajdonság. Tehát a szellemi tulajdonság le tud mereven. Most ennek milyen jelét tapasztaljuk mondjuk csillagászati szempontból? Hát a magasabb rendű tulajdonság az csak a saját tejrendszerünk központja felől jöhet. Miért? Tehát az az, amelyik egy magasabb rendű rendszer, ami hát nevezzük így, hogy naprendszerben ma már nem így nevezik, de lényeg az, hogy ahhoz képest az a következő magasabb rendű rendszer. Na és annak a direkt hatása, tehát az egyenes vonalú hatása, hogy melyik csillagképen keresztül jön be a Földön? A nyilason keresztül, könnyörül, ezt meg már élik tudni. Tehát ha innen egy egyenest húzok a nyilas csillagkép fel, és azt folytatom, akkor bejutok a saját tejútrendszerünk kellős közepén. Ami pulzálóan az összes energiát adja, ami egyáltalán életet bennünk. Tehát ez azért nagyon fontos, mert ez emeli ki a nyilast a többi közül, ami nem arra ok nekünk, hogy büszkékedjünk, mert nem arra szolgál ez a rengeteg energia, hanem az, hogy ne tartsd meg magadnak, hanem add másoknak is. Tehát ettől lesz nagy lelkű a magyar, ha engedik magyarként élni, és ezért nem magának tartja meg az energiát, hanem gyógyít vele, ad neki, aki rászorul. Tehát erről lehet, erre mondja a másik, aki nem ilyen tudnos, hogy egy múlja, majd, hogy elvenni a másiktól, és akkor neki jobb lenne, hát akkor még segít az ellenségének is. Igen, miért, mert ilyen vagy. Na? Tehát ez azért nagyon fontos, mert ha meg ez lemerevedik, akkor viszont nagyon veszélyes tulajdonságban, önveszélyes. Tehát akkor azt mondja, hogy engem ez az egész nagy lehetőség nem érdekel tovább, én piacot keresek, és egyre több piacot keresek, és egyre több pénzt fogom begyűjteni, és vagy sikeres akar. Kész. Abban a pillanatban már nem a testi megvalósulásom, nem Hunor magyar szerű lesz, hanem Kájnál szerű lesz. Tehát ez vetült rá Attila Buda kettősre is, és ettől lett aztán testvérmérkos Attila, aminek semmiféle mondom, semmiféle történet a könyv. Na most ez a hölgy, tehát hogy került be a képbe? Úgyhogy ha mi a halak világhónapján vagyunk, az mindig a szellemi irányultságot jelent. Mi ez annak a testi megvalósulása? A szűz természetesen, mert azon lesz. Tehát a szűz akarom vagy nem akarom, bejön a képbe. Most nagy kérdés és döntő kérdés, hogy én kirekeztem innen, vagy szűzből szűz anyaságot tudok varázsolni. Mert erre, mint Lászlónak, megvan a lehetősége. Miért? Hát mert nem kamában van az ünnepen. Nem tudom értettő. Tehát itt tudom kifejteni ideálisan tevékenységet. Tehát ez azt jelenti, hogy ha én sem tudok a szűzből szűz anyaságot nemesíteni, akkor ez egy reménytelen dolog. De tud. Tehát az egész szűzmentése, mert itt miről szól ez az egész történet, hogy egy vérmes, hát ellenféltől, majd látjuk, hogy ki ez az ellenfél, tehát ettől elragadott, magyarul bemocskolni kívánt szűz tulajdonságot, ezt én megmentsem, és a legmagasabb szintig föl tudjam hozni a szűzanyaságot. Miért kell fölhozni? Mert nem fog folytatódni az emberiség. Hát akármilyen nemes a szűz, ha megmarad szűznek, nem lesz folytatás. Gondoljuk végig azért a dolgokat. Ha pedig engedem bemocskolni, van magyarul elrabolja, most nevezük unnak, ahogy a hagyomány is nevezi. Ha engedem neki, két pillanat alatt már ott fognak henteregni fölnek. Tehát egészen egyszerűen meggyalázza ezt a rendkívül fontos tulajdonságot, a szűz tulajdonságot. Tehát a tisztaság tulajdonságot. Vagyis azt a tulajdonságot, ami most 2160 évig bizony a testi voltunk az meghatározni. Ugye, mert ha halak szellemiség van, akkor bizony a testiségünk a szűz jellegű. Ez hogy lehet még találóban kifejezni? Az, hogy ebben a világhónapban mindannyian szűzön keresztül születünk. Testetöltésünk ugyanis a szűz tulajdonságon keresztül. Tehát Jézus Krisztussal ilyen értelemben is testvérek vagyunk. Miért? Hát mert a szűzen szülés, tehát a szűzön keresztül érkezés a Földre jellegzetes Jézus Krisztus tulajdonságunk. Különben Jézusi tulajdonságunk gyermek.
Tehát ez azért nagyon lényeges dolog, mert rengeteg dolgot észre tudnánk venni, hogyha a hagyományunkat ezen a szemüvegen nézünk. Tehát itt még szó sincs fegyverről, amivel hadakozna a hölgy, egyszerűen megjelen. És abban a pillanatban ez az egymás ért való harc egy ellen való harcával. Tehát a honor-magyar féle átalakul. Kájnábel vagy Romulus Remus. Kájnábel és Romulus Remus ugyanaz a képet. Na, kérlek szépen a tovább. És akkor itt bejön egy történelmi vonal, ez már Mátyás királykora, Túlócén. Jánosnak a krónikája, még pedig a Bűnő kiadásból, tehát a díszesebb kiadásból, és itt lehet, itt már a nyugat-európai szellembe is. Tehát kérem szépen, tessék akkor a történelmi hűséget nagyon komolyan venni, akkor olyan legyen a fegyverzet, olyan legyen a harcmodor, és itt van, és itt tovább, és akkor kiderül, hogy szépen kihúzódik a képből annak a messzire vezető tanulságnak. Marad egy történelmi jelenetnek többé-kevésbé hűséges illusztrációja. És innentől kezdve azt mondom, tehát honnan eltelt már néhány évszak, mit érdekel engem? Itt már egész másképp csalnak, egész másképp, hogy mondjam, hát teszik, nem éppen szűzzé a lányainkat, tehát ezt most már egészen ezekkel a képekkel kell, ha csak a történeti vonulat kép. És akkor ez egy elavult dolog, mehetem már is tovább. És akkor megjelenik a színen ugyan, szinte évre ugyanaz. Tehát 1377-78, az előző 50-es évek volt a képes kronika. Majdnem, hogy kortások. Ez egy Aquila Jánosról kérdezett úr, már mehetünk tovább, ez az ő macképe. És akkor a Veleméri templomban kétféle módon is megjelenik, és itt térünk vissza arra a kérdésre, hogy miért mondom én azt, hogy a tisztési tulajdonságoknak a leglátványosabb megjelenítője a történelmi színpadán a Szent Asszony. A képíró, itt történetesen ismerjük név szerint, ezt az arcot ugyanúgy formálja meg, mint ahogyan a Krisztus arcot. Tehát ez több felvételben is megvan, én most itt nem részleteztem, de a lényeg az, hogy ugyanaz megjelenik a szenvedő Krisztussal, tehát a keresztre feszített Krisztusnak a fejeként is, meg megjelenik a Veronika kendő Krisztus fejeként. Ugyanez az arc. És ez az arc, ez egy másik összefüggésben a három szent királynak a középsője, akit Baltazárnak nevednek a középkori hagyományban. Tehát lehet látni, hogy Szent Lászlónak nagyon nagy a kisugárzása, mint tulajdonságnak, egyrészt a krisztusi felé közvetlenül, másrészt pedig a mindenet három király, tehát a három bölcsnek, a Márosnak a középső. Most miért fontos, hogy a középső? Először is magyar hagyományban mindig a középső a legfontosabb. Kétszerű a fakanál, középült a langyalán. Tehát mindenféleképpen. A másik pedig, hogy ez az a királytípus, akit ábrázolásoknál úgy ábrázolnak, hogy a lova előre fele megy, merre fele, hát a trónon a szűzanya, ölében a gyermek Jézussal afelé. Miért? Mert arra vezet a célra. Tehát a nemzetet képviselő ló arra megy. Igen ám, de van egy rászoruló itt mellette, aki még segíteni kell. Tehát ő visszafordul a ló hátán, és segíteni kell. Nem tudom, miért érezhető, mert most ez a Krisztusi magatartás. Most férfi valami ütözve, itt a fő. Tehát én nem a magam üdvösségét keresem mindenáron, és azt mondom, hogy ez a te karmád, nem vagy te csinálni. Tehát nem, erre tanítanom. Ez az ő karmád, te magadat valósítsd meg. És akkor jönnek az önmegvalósításban. Tehát ez azt jelenti, hogy csak a másik rovására, vagy legalábbis nem törődne a másikkal, tudja elképzelni a saját módonulását. Na most ennek semmi köze nincs a magassághoz. De még az emberséghez is van egy különbség. Ennek egy rovar mentalitáshoz van köze. Tehát ha minden állam sikeres akarsz lenni, mi a legsikeresebb élőlény típus ma a Földön, a rovar természetesen. Tehát előbb-utóbb el fogsz rovarosulni. És ennek nagyon látható a világban is van. Na, akkor nézzük tovább, mert ő az első, tehát ez az Aquila János, aki egy későbbi művében, pár év csak a különbség köztük, még 1300-as évek utolsó évtizedében vagyunk. És
már Bántornyán megjelenik a Szent László legenda kifejtve, és jól láthatóan erőszakolják a megrendelők, hogy a történet menetet adnak. Tehát itt ugye erősen letisztult állapotban van meg, és bármilyen furcsa, hogy kijönnek ugye Váradból, és ilyenek hat jelenet. Hát ez hat jelenetből épül föl, ez a bizonyos a lány megmentése. Az első az Várad. Tehát ott, illetve a kijövetel. A következő egy csata jelenet. Ez általában összevonódik, tehát nem mindenütt részletezik. A harmadik párviadal. Itt lép be aztán a hölgy. A negyedik a lefejezés. Valahol egyet kihagytam. Ja persze, kérdezik. Elnézést, újra kérdezik. Tehát az első Várad, ez a kijövetel. A második a csata jelenet, eddig mind rendben, a harmadik az üldözés. Tehát akkor pont egyforma a távolság, és ez nem csökken. A negyedik a páriadal, az ötödik, amikor a lány levágja, ott már a lefejezésnél vagyunk, és a hatodik pedig, amikor a lány ölében pihen egy fa alatt szemtetszol. Nem mindegyik esetben maradt meg mind a hat jelenet, de általában, tehát az esetek jelentős részében megvan. Tehát lehet összevonni jeleneteket, de ezek elengedhetetlenül fontosak. Na, itt az első, mint itt ugye a Várad, ebből jönnek ki, és bármilyen furcsa, itt rögtön a kunnak az ölében van. Tehát mintha rögtön besározódik a jelenet. És akkor az ember elkezdi vakarni a fejét, ezt meg honnan veszed? Hát pontosan arról van szó, hogy megmentjük. Tehát itt pedig jól lehet látni, hogy itt van a kuna, jó, azonnal fölismerhető a ruházatáról, a süvegét maga mellé teszi, és hát itt a lány ölében van. Egyébként ezt Szent Lászlóval szokták az utolsó jelenetben, hogy Szent László fekszik a lány ölében, itt pedig a kuna. Tehát az ember így eltűnődik, hogy volt ez. Tehát ha én átfordítom a dolgot a történetiség síkjára, és csak azt veszem figyelembe, hát bizony akkor nincs kit megmenteni. Hát azt jelenti, hogy mindjárt az első lépésben, hogy mondjam, lefekszenek, tehát nem tudom mást menteni, mentünk már is tovább. És akkor itt, hát itt van a jelenet, ennyire lepusztultam valakinek, mentünk már is tovább. És akkor a következőben itt a leányzó lerántja, tehát ő maga is a földön. Most itt eléggé illogikus a dolog, tehát nem egészen logikus. Miért? Mert tulajdonképpen az üldözés után most már üldözik őket, és akkor itt lerántja a nyerekből, de hát most már akkor semmi értelme nincs. Hát már túlesett a nehezén. Nem tudom érthetően. Tehát lehet látni, hogy abban a pillanatban, hogy lehozom a történetiség sikjára, összebonyolódik a dolog, és pont a lényegi tanulsága sikkad el. Mehetünk már is tovább. És akkor a, most melyik jelenet? Végén a párviadal, hát nagyon lepusztul, menjünk is már is tovább. Úgy van, és akkor itt jön egy érdekes dolog. Folytatja a történetet. A történetiség sikján. De most már Salamonnak a története folytatódik, aki tényleg a besenyőket hívta be, éppen a hercegek ellen. Történeti tény. És valóban volt egy kemény harc, és itt egy nagyon érdekes dologról van szó. Így jelenítik meg a besenyőknek a sisakját. Na most ezt a sisak típus, nem is sisak, a kalap típus, vagy a fejfedő típus, ezt mi ismerjük, csak nem a kunok régen. Hát ez most megint maradjon egy kérdőjeles dolog, és ha egyáltalán elérkezünk a végére, majd kapunk egy... Nem biztos, nem mindegy. De szóval egy magyarázatot. Ugyanis ezzel a kalappal egy bizonyos néptípust jelöltek meg a középkorban. Kötelező volt viselni. Hát most itt lehet tippelni, ez a néptípus, ez az eszkimó volt-e, vagy a... Hát mondjuk nem zsí, de nem zsiráf, és esetleg a harmadik legyen breton. Melyik lehetett? Házi feladat. Majd a végén úgy is vettük el, hogy melyik volt, mert ott az kicsit el. Most az az érdekes, hogy nem egyezül itt jelenik meg, hanem megjelenik például Türjén is.
például a Türjén figyeltem föl, hát teljesen ez a kalap. Tehát az a kalap jelenik meg a kunnak a fején, csak itt nem egyedül a Szentlászlóval küzdő kunnak a fején, hanem maguknak a kunoknak a fején. Ami figyelmeztet arra, hogy vigyázzat, mert a kun ebben az esetben beszélőnél. Mint ahogy a László is. Na most a Lászlót hol találjuk meg, mint nevet először a történelmünkben? Erre válasz lesz tényleg a nem. Monika. Hát itt először. Hát lehet, hogy itt ebben a sátorban így jön először, de Szár Lászlóról nem hallottunk? Szár László az a három Árpád-házi hercegnek, akiket Szent István kimenekített az országból, tehát Endre, Béla és Levente, ezeknek az apja. Igen ám, de máig folyik a vita, hogy ez most Szár László volt-e az apjuk, vagy Vászony volt az apjuk. Mert ezek elvileg testvérek, elvileg hangsúlyozott. Na most van egy olyan kiváló történészünk, aki évtizedekkel ezelőtt már azt mondta, miért kell választani? Ez a két személy ugyanaz. Ki volt ez a történész? Bakai Kornél. Mondom, ismeresen ellen. És ugye elhangzott, le is írta ezt egyébként, és senki nem cáfolta, de egyszer nem veszik tudomásul. Holott ő nem is azzal bizonyítottam, mert egyértelműen lehet bizonyítani. A László és a Vászló ugyanaz a nép. Na most hogy lehet ezt bizonyítani? Nem tudom, hogy a közép-európai térségnek a nyelvi anyagában van egy olyan jel, amihez egy hang tartozik, ami nálunk nem maradt meg, de a lengyeleknél megmaradt. Ha én leírom azt, hogy Lodz, és áthúzom az ellet, így felnél, akkor ez hogy ejti ki a lengyel? Ez egy második legnagyobb város. Bulcs. Tehát ezt az áthúzott ellet ők ugyanúgy ejtik ki, mint az angol a W-t. Ez a V. Most abban a pillanatban, hogy ezt tudom, akkor rájövök, hogy a cseh miért mondja a Lőrincre, hogy Vavrinec. Vavrinec. Így mondja ki. Szent Lőrinc nála Vavrinec. És az életben nem jönnék rá, hogy ezt az ellet, ezt az áthúzottat, én tudom V-re is egyértelműsíteni, meg L-re is. Az U betűt pedig a középkorban V-nek írták. Tehát a Laurenc, az kiejthető igenis Vavrinecnek, bármilyen furcsán. De ahhoz tudnom kell, hogy ezt az áthúzott ellet a V-nek helytették, ma is így ejtik egyébként a lengyel. Tehát ez azt jelenti, hogy amit én Lászlónak olvasok ki, azt Vazulnak vagy Vászolynak olvassa ki, teljes joga az, aki ezt a jelet, ezt a V-irányában hangzósítja. Joga van hozzá. Teljes joga van. És egy nagyon fontos kérdés, mert csak akkor értem meg, ha ezt tudom, hogy hogy lehet az, hogy ez a két személy egy és ugyanaz, a Szár László és a Vászol. Na most még egy dolgot azért ezzel kell mondanom, hogy érezzük, hogy ez egy rendkívül fontos kérdés. Hogy nevez bennünket a lengyel? Renger. Renger. Gier. Gier. Ez a G-nek a megfelelője. És W-val írja. Na most mi hogy nevezzük őt? Hol áll? Ő önmagát hogy nevezi? Polák. Polák. És mi magunk? Na, ez nem ennek a W felé, a W felé való hangzósítása. Mi meg az L felé hangzósítja. Tudom, R meg az L, az pedig ugyanaz a hang. Tehát ugyanannak a hangkategóriának két hangos. Tehát a lengyel és a vengyel ugyanaz. Tehát mi nekik testvérnépünk vagyunk, tehát mi nekik vengyel vagyunk, nekik ők lengyel. Nem tudjuk. Kihasználjuk mi ezt. Egy frászt hagyunk, nem tudjuk. Most még egy ilyen testvérnépünk van Európában, melyik az? Szovjet, nem? Szovjet.